Gólterápia. Minden csütörtök este 6-tól 8-ig. Kérdések, amiket máshol nem tesznek fel. Válaszok, amiket máshol nem hallasz. Labdarúgás minden mennyiségben. A műsorvezető Bíró Dávid. Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, a gólterapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és a ma esti vendégem Gáncsos András lesz, aki jelenleg az UTE Labdarúgó Akadémia U19-es csapatánál dolgozik, de korábban a West Ham United utánpótlásában dolgozott, és ezzel kapcsolatban egy előadássorozatot tart, illetve fog tartani Magyarországon. Az angliai és a magyarországai tapasztalatait összehasonlítjuk a mai adásban, nagyon érdekes és nagyon értékes szakmai gondolatok fognak elhangozni. Tartsatok velünk, egy kis zene után rögtön jövünk Andrással. Vissza is tértünk, ez itt továbbra is a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban. Én Bíró Dávid vagyok, és a ma esti vendégem, ahogy említettem, Gáncsos András, aki már itt is van velem a vonal túlsó végén. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nos, ugye András, te nemrég tértél haza Magyarországra, ugye Angliában voltál a West Ham Unitednek egy youth, vagyis utánpótlás csapatának az edzője. Kicsit mesélj arról, hogy kerültél egyáltalán ki Angliába, és miért tértél vissza Magyarországra? Én mielőtt kimentem Angliába, azelőtt a Győri Etónak voltam a kis szekciójának a vezetője, és már korábban is megfogalmazott bennem a gondolat, hogy szeretnék külföldre menni dolgozni. A szívemhez közel a spanyol vonal áll, és voltam is emiatt a szakmai utak miatt Spanyolországban, de reálisan átgondolva a maga az edzősködést, azt láttam, hogy olyan helyre érdemes menni, ahol az ember a nyelvet maximálisan ismeri. És mivel nekem végzettségem angoltanár, ezért adva volt a célország, Anglia. Elkezdtem keresni a lehetőségeket, és rengeteg munkát találtam az interneten keresztül, hiszen Angliában meg vannak hirdetve az edzői állások a különböző oldalakon. Itt már álljunk is meg egy pillanatra. Ez mit jelent, hogy meg van hirdetve, hogy pályázni kell ezekre a munkákra és állás lehetőségekre? Vannak különböző oldalak, ahol az akadémiák meghirdetik az üres pozíciókat. És ott megvan, mint egy hagyományos állásinterjú, vagy egy álláshirdetésen, hogy mik az elvárások, miknek kell a jelentkezőnek megfelelni, önéletrajz, motivációs levelet, referenciákat el kell küldeni, és ha szimpatikus a jelentkező, akkor a klubok pedig választhatnak közülük. Ez kint, ahogy én tapasztaltam, pontosan ugyanolyan bevett szokás, mint itthon bármelyik más civil álláskereső portál. Tehát ez olyan, mintha egy szakácsot keresnének, csak éppen futballszakemberre kíváncsiak. Pontosan, meg van határozva, hogy milyen végzettséget kell rendelkeznie, és bárki jelentkezhet rá, akinek teljesül. Egyébként nagyon kemény kritériumoknak kell megfelelni, vagy azért annyira nem durva elvárások vannak? Azért nehéz, mert az angoloknak vannak saját jegyzéseik, és ők azt nagyon számon kérik. Szóval én frissen végzett UEFA A licences edzőként, akkor azt gondoltam, hogy hú, nekem milyen könnyű dolgom lesz, mert ha nem is a legnagyobb klubokba, akkor kis klubokba, ahol mondjuk ott UEFA B vagy UEFA C licenszt kértek, ha én jelentkezem A licenszel, akkor biztos, hogy fel fognak venni, és az kezdésnek jó lesz kint. Ehhez képest azt tapasztaltam, hogy nagyon kérik az angolok azokat a speciális képzéseket, amit csak kint Angliában lehet megszerezni. Mik ezek a speciális képzések egyébként? Tehát, hogy ezt csak kint a briteknél lehet megszerezni? Tehát Magyarországon mondjuk ezeket a papírokat nem is lehet beszerezni, vagy egyéb más országban, Európában, vagy a világon, bárhol? Nem. Ez az angoloknak saját ilyen képzéseik vannak. Az egyik ilyen nagyon fontos a gyermekvédelmi képzés. Az angolok nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy a gyerekeikkel milyen hátterű edzők foglalkoznak. És vannak olyan képzések, amik ezt tanítják az edzőknek, ez pedig egy alapkövetelmény, amit csak Angliában lehet. Ha ez nincs meg, akkor nem lehet gyerekekkel foglalkozni. Ezt én itthonról nem tudtam megszerezni. Sőt, ezt pedig elvárják.
Nekem ez olyan, mintha egy erkölcsi bizonyítványt kérnének itthon gyakorlatilag. Igen. Nekem ez úgy hangzik. Igen, igen, pontosan. Pontosan. Egy olyan típusú képzés, ez egy kétnapos képzés, amikor ezt elvégezte, akkor az ember kap egy tanúsítványt. Igen, mostantól én alkalmas vagyok arra, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Ez az egyik. A másik, van egy első segélyképzés, ami ugyanúgy kötelező. Hogyha valami történik a gyerekkel a pályán, akkor az edző képes legyen arra, hogy a legalapvetőbb segítséget tudja nyújtani a játékosoknak. El tudja látni lényegében. Mielőtt tovább rohannánk egyébként. Tehát ezek nem igazán szakmai tényezők, itt igazából tényleg csak azt mérik fel, hogy egyáltalán egy olyan ember lesz ott a gyerekekkel, akire rá lehet bízni a gyerekeket. Ez számomra evidensnek tűnik egyébként, akármelyik országban nézzük ezt, mondjuk akik mondjuk az Európai Unióban vannak, tehát már el tudom képzelni azt, hogy nem lesz egy alkoholista, dilettáns, beszédhibás edző, még talán a kisebb csapatoknál sem. Vagy tévedek? Igen, ez egy szűrő, ez az legelső szűrő. Hogy olyan ember kerüljön oda a gyerekekhez, aki tényleg alkalmas, a minimális elvárásokat teljesíti. És ezután jönnek a szakmai követelmények, ami Angliában van egy speciális utánpótlás képzéssel foglalkozó modul, aminek három eleme van, és általában a nagy akadémiáknak mind a hármat kérik. Ezt ugyanúgy csak Angliával lehet megszerezni. Szóval a minimális követelmény legyen elsősegély, vizsga, legyen ez az erkölcsi bizonyítvány, az úgynevezett erkölcsi bizonyítvány, és ez az 1-2-3 a youth modulnak meg kell lennie. Ha ez a három nincs meg, akkor lényegében nem állnak szóba veled, akármilyen pro-licensz, A-licensz, B-licensz van. Ez a minimum. Ez pedig egyértelműen csak Angliával lehet megszerezni, máshol nem. Ez nekem hiányzott. Ez egyébként csak az utánpótlás csapatokra vonatkozik? Tehát, ha mondjuk valaki első, második vagy harmadosztályú csapatnak a vezetőedzője szeretne lenni, ott is ilyen elvárások vannak, vagy nem, erről nincs információd? Ez csak az utánpótlás. Ez az utánpótlás. A felnőtt labdarúgás az teljesen más tészta. Ott a pro-licensz, A-licensznek meg kell lenni, szakmailag feleljen meg az edző. Ez csak az utánpótlásra vonatkozik. Világos, tehát frissen az A diplomáddal akkor megpróbáltál úgymond elhelyezkedni, de előtte akkor ezeket az akadályokat venned kellett. Gondolom, ezek gond nélkül sikerültek neked. Igen, csak előtte még valahogy ki kellett jutnom, mert szerettem volna már ott úgy dolgozni, hogy egyből csapatnál legyek. Így minden követ megmozgattam, és találtam egy olyan ismerőst, aki Angliában kapusedzőként dolgozott. Neki volt a West Hamhez kapcsolata, emiatt fel is hívtam, hogy segítsen, hogy akkor hogyan tudok ebbe elindulni, hogyan tudok jelentkezni a tanfolyamokra, stb. Információt szeretem volna tőle megtudni. Ő pedig mondta, hogy jókor hívom, mert a következő héten épp egy West Ham tábor lesz Budapesten, ahol jönnek angol edzők, és nyugodtan menjek ki, kérdezzem meg az angol edzőt, hogy biztosan fog tudni segíteni nekem. Ki is mentem erre a táborra, elkezdtem az angol edzővel beszélgetni, és úgy alakult, hogy akkor már be is álltam a táborba, és én tolmácsoltam neki abban 4 napban. Elkezdtünk beszélgetni, szakmai nézőpontunkat megvitattuk, és én csak annyit kértem tőle, hogy segítsen nekem elindulni valahol. Nem kértem azt, hogy most ide segítsen bejutni, vagy segítsen bejutni. Ő mondta, hogy mivel nagyon szimpatikus volt neki a edzői filozófiám és gondolkodásmódom, ő is ezt hallja, ezért, ha kimegyek Angliába, akkor nyugodtan hívjon fel, hiszen a West Hamnél pont üresedés van, és ő már nagyon régóta ott van a klubnál, az őszavára adnak, be fog tudni ajánlani, és akkor el tudom végezni ezeket a tanfolyamokat. Így történt, kimentem Angliába, elkezdtem egyből azokat a tanfolyamokat elvégezni, amik minimálisan szükségesek voltak a munkába álláshoz, és a Derek barátom pedig beajánlotta a West Hamhez. Ott volt 2 darab próbaedzésem, meg kellett mutatni magát a szakmai tudásomat. Miután a 2 edzést megcsináltam, akkor mondták, hogy igen, akkor szerződést ajánlanak és jöttek a West Ham. Egy fontos kérdésre egyébként felmerül eközben, hogy te ugye azzal, hogy magyar útlevéllel rendelkezel, tök mindegy, milyen szinten beszéled az angolt, tegyük fel, hogy ugye angol tanár vagy, tehát ez nem gond, hogy magyar útlevélre rendelkezel, ez jelentette bármilyen hátrányt a brit, vagy angol, vagy igazából bármelyik magasabb szinten jegyzett futballkultúrából érkező edzővel szemben?
nem a magyar útlevél, hanem a magyar foci mai megítélése jelent Angliában. Hiszen nem mindegy, hogy egy spanyol edző, vagy egy német edző érkezik. És ezt kint is tapasztaltam, hogy bár az angolok nagyon-nagyon olyan szinten belterjesek, hogy védik a saját kultúrájukat, viszont ha egy spanyol vagy egy német edző érkezik, akkor egyértelműen előnyben van mondjuk egy magyar edzővel szemben. És ez azért van, mert a mai magyar labdarúgás megítélése nincs olyan szinten, mint a többi top kultúrának. Említetted, hogy volt egy beszélgetés, ahol az edzői filozófiáról beszéltetek egymással a West Ham edzőjével. Itt az volt a fontos, hogy a te filozófiád az azonosuljon a West Ham Unitednek a klub filozófiájával, vagy inkább az volt a fontos, hogy lássák rajtad, hogy egy felkészült szakember vagy, és majd te szépen igazodsz a West Hamhez. Is, hiszen a West Ham, amikor én kikerültem, akkor pont egy átalakuláson ment keresztül, amikor sok edzőt lecseréltek, és pontosan azért, hogy szerettek volna egy új filozófiát kialakítani, ehhez pedig azokat az embereket keresték, akik hasonlóan gondolkodnak. Így ez mindenképpen előny volt. Mik ezek az új filozófiák, amit te mondtál, hogy szeretnének kialakítani? Ez mostanra sikerült-e véglegesíteni, vagy ez egy hosszú út, és igazából nem sosincsen vége, ez folyamatosan változik, és változni is fog? Vagy valamilyen úton, módon tart, valamilyen stádiumban vagyunk most? Az előzményekről tudni kell a West Hamnél, hogy ott több mint 40 évig az akadémia vezetője egy Tony Carr nevű úriember volt, ami lehet a magyaroknak, magyar embereknek nem sokat mond, Angliában a legnagyobb szaktekintélynek számít az utánpótlás képzésben. Pontosan azért, mert a West Ham Akadémia kezei közül került ki egy Frank Lampard, Rio Ferdinand, Joe Cole, egy Michael Carrick, egy Jermaine Defoe. Szóval annyira nagy respektje van, hogy el se tudtam volna képzelni. Ugyanakkor, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de ezek a játékosok már vagy visszavonultak, vagy a pályafutásuknak nagyon a végén járnak. Tehát, hogy itt a csere azért történt, mert hogy volt egy nagyon szép generáció, nagyon szép évek voltak, de hogy az utóbbi néhány évvel eltűntek a tehetségek? Egyáltalán nem. Egyszerűen nyugdíjba ment, a Tony nyugdíjba ment, és jött helyére egy új szakmányozott, szóval nem volt köze. Amúgy is jöttek ki a West Hamből játékosok, nem ilyen nagy nevek, de jönnek folyamatosan ki játékosok. Most én azt érzem a West Hamnél, ha már itt tartunk, hogy mi korábban kis csapatnak, középcsapatnak számított, ahol nem volt annyi pénz, és a játékosokat be kellett tenni az első csapatba. Most kicsit azt érzem, hogy próbálnak egy top klub imást kialakítani és afelé elmenni. Van annyi pénz, hogy a játékosokat tudjanak vásárolni, ezért már az utánpótlásból nehezebben tudnak felkerülni azok a tehetségek, akik korábban nagyobb eséllyel tudtak bemutatkozni. Én kint ezt tapasztaltam. Azért az, hogy a West Ham top klub szeretne lenni, még akár a Premier League-ben is, ezt megmondom őszintén, nekem minden gyöngyösről a stúdióból, ez egy kicsit erős. Te nyilván kim voltál. Most ha minden igaz, akkor a West Hamnek az a célja, hogy ő legyen a londoni csapat, és itt az a hangsúlyos. Ugyanakkor ott van csak a város nézve az Arsenal, Tottenham, a Chelsea, és akkor még nem említettem se a manchesteri csapatokat, se a Liverpoolt, és a többieket se semmiféleképpen. Igen, ez egy kimondott cél. Amikor én kint voltam a West Hamnél, akkor ez egy kimondott célja volt a klubnak. A londoni csapattá válásnak a fő motivuma az az olimpiai stadionba költözés. A Londonnak az egyik sportszimbóluma. A West Ham beköltözött egy új arénába, egy 60 ezeres stadionba, ami egy magasabb szintre emelte a klubot sportfinanszírozás terén. Ennek eredményeként ma benne van a világon a top 20 legtöbb bevételt termelő klub között. Ami a merchandising, a szurkolói bevételek, a tévés közvetítési jogdíjak számát tekintve, a West Ham ma, van egy ilyen pénzügyi cég, aki ezt évről évről vizsgálja, ez a Deloitte,
a West Ham benne van a top 20 klubba ma a világon. Maga a brand nagyon dinamikusan fejlődik. Átköltöztek az új stadionba, és emiatt szeretnének kialakítani egy London klub imást. Ami, ahogy mondtad, borzasztó nehéz, hiszen azokkal az angol csapatokkal kell megküzdeniük, akik a toppon vannak, és ezután is fognak fejlődni, hiszen a Chelsea-nek, a Tottenham-nek új stadionja lesz, manchesteri klubok tudjuk, hogy mennyire a toppon vannak, borzasztó nehéz lesz, de ez egy kimondott cél. Itt a bevételeket, amikor említetted, nekem megfogta a fülemet, hogy egyszer sem említetted azt, hogy állami támogatás, állami pénz. Ugye a magyar futball az gyakorlatilag ma ebből él. Ott kint mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Az állam, a város támogatja az adott klubokat, vagy hogyha igen, akkor az utánpótlás és kisklubok mellett állnak ki? Az utánpótlást a szövetség maga támogatja, de ahogy én tapasztaltam kint, ott az élesen ketté válik. Az utánpótlásnak megvannak azok a szövetségi forrásai. Ott is volt például, amikor kint voltam Double Pass, az, hogy meghatároz, hogy az akadémiák milyen támogatást kapjanak, melyik első, másod vagy harmad kategóriába kerüljenek, de lehet, hogy van, de én nem tudok róla, hogy a felnőtt csapatokat bármilyen állami pénzből támogatnák. Na igen, ám mondhatja ezt egy gólterápia hallgató, hogy hát könnyű Angliában, hát ott mennyien szeretik a futballt, ott tradíció az, hogy futballmérkőzésre járnak egész apától, nagypapától kezdve a legutolsó unokáig az egész generáció, míg Magyarországon ennek nincs meg a trendje és a hagyománya sajnos. Ez valóban így van, vagy azért ott sincsen kolbászból a kerítés? Ha jól sejtem, ez már az előadásom. Előadásomra céloztál ezzel. Csak nagyon finoman halványom. Ha jól vettem ki, azt gondolom, egy nagyon jó átkötés, nagyon szellemes átkötés. Pontosan, hogy nem. Kint sincs kolbászból a kerítés, kint sem másak az emberek, kint sincsenek jobb meccsek, vannak nagyon jó mérkőzések, de átlagban kint sincsenek mindig minőségi mérkőzések. A szurkoló kint sem szurkol, vagy buzítja a csapatát a mérkőzés végéig, ha mondjuk az a meccs az nem látványos. Kint sincsen minden klubban egyéniség, akiért érdemes kimenni mérkőzésre. Általánosságban nem azért járnak ki az emberek Angliába meccsre, mert ott valami teljesen más lenne a futball hangulat, vagy más lennének az emberek. Ennek más okai vannak. De mi ennek az oka egyébként? Tehát mi az, amit át lehetne ültetni Magyarországra? Nyilván azért itt a populációról is beszélhetünk, hogy Angliában 8-szor annyian élnek, mint mondjuk Magyarországon, de hogyha mondjuk ezt a számot 8-al elosztjuk, mondjuk a 60 ezeret elosztjuk 8-al, akkor ez egy elég szép szám lenne szerintem bármelyik magyar stadionban. Igen. Ahogy az előadásomban is szó volt, amit pontosan a West Ham Tottenham mérkőzés kapcsán tartottam, a titok az, ahogy én tapasztaltam, hogy a klubok kialakítanak a szurkolókkal egy olyan közösséget alakítanak ki, ami a szurkoló büszke tagja. Ez óriási munka, hogy a klub identitást teremtsen, a klub közösségi élményt teremtsen, és a klub szurkolói aktivitást generáljon. Kint az emberek nem maguktól fognak kimenni a mérkőzésekre, hanem a kluboknak tudatos és tervszerű munkája van benne. Nagyon-nagyon sok munkája. Azért, ahogy említetted, ugye ebből van a bevételük nagy része is, tehát rá is vannak erre kényszerítve. Magyarországon ez ugye nem így van, tehát hogy amíg az állam tartja el ezeket a klubokat, addig el lehet elvárni a magyar kluboktól, hogy ők is ilyen energiát, vagy bármilyen stratégiát kidolgozzanak azért, hogy a szurkolókat becsábítsák a stadionba, és ugye ami még fontosabb, hogy létrehozzanak egy olyan közösségi élményt, ami büszkeséget ad neki, hogyha valaki mondjuk MTK, Ferencváros vagy Újpest szurkoló. Én azt gondolom, hogy igen. És pontosan azért, ezen sokat gondolkoztam, és pontosan azért elvárható szerintem, mert nem olyan ördöngös dolog. Mindig valami nagy dologra történt, gondolunk, pedig pontosan az apróságoknak van nagy szerepük. Elég csak a magyar példát gondolni, a Diós Győrnek a példája, hogy nem mindegy a klubnak, hogy egy mérkőzésen milyen hangulat van, hogy milyen millió veszi körül magát a csapatot, és ha minden klub ki tudná ezt alakítani, akkor maga a meccsre járás élménye
maga a kluboknak a megítélése, és én hiszem azt, hogy a játék minősége is nőhetne ezzel, ha mindenki a szurkolót szeretné kiszolgálni. Ja, Diós György említetted, ott szerinted ez mennyire tudatos, tehát ez mennyire a klub miatt van, és mennyire egyébként a szurkolók miatt, tehát hogy itt ennek ki az okozója? Azt gondolom is, viszont ahogy utána jártam, és ahogy gondolkoztam ezen a témán, hiszen Diós György Magyarországon jelen pillanatban egy kiemelkedő példa, lehetne még tudatosabban, és akkor még több szurkoló lehetne Diós Győrben, még nagyobb futballázat lehetne teremteni. Ez az én gondolatom, de ez is egy szép dolog, hogy ennyi ember kijárott, és ennyire imádják a Diós Győrt. Na most ne beszéljünk rébuszokba, tehát tényleg konkrétumokat mondjál nekem, hogy mi az, amire nagy hangsúlyt kellene fektetni, és mi az, ami mondjuk egyébként nem is kerülne komoly összegbe, mégis egyébként nagyon nagy hozománya lehetne. Ha én klubvezető lennék, és esélyem lenne arra, hogy igenis az a cél, hogy több szurkolót vonzunk ki a stadionba, akkor, ahogy az előadásomban is elmondtam, én három dologra fektetném a hangsúlyt. Az első, hogy a közösségi élményt és identitást adjunk a szurkolóknak. Ami azt jelenti, hogy erősíteném azokat a közös motivumokat, szokásokat, jelképeket, ami az adott klubra jellemző. Itt tudsz konkrét példát mondani Magyarországra vetítve? Vagy akár azt, hogy a West Ham itt konkrétan mire helyezi a hangsúlyt? A West Ham, most akkor West Ham példát mondanék. A West Hamnek két nagyon erős jelképe van. Az egyik a kalapácsosok, ami egy régi identitásból gyökerezik, és ezt a jelképet úton útfélen reklámozzák a szurkolóknak, és sugallják a szurkolók felé. Maga a keresztvetett két kalapács, az egy nagyon erős jelkép. Erre kitalálták a keresztbetett két kart, ami a kalapácsot jelképezi. Ez bárki szerzeteszi a karját, akkor jelzi, hogy igen, ő veszem szurkoló, igen, ő a közösség tagja. Ahogy vannak a magyar szokások, a magyarok gulyást tesznek, a magyarok pálinkát, szöccset isznak, vannak olyan kulturális dolgaink, amin mi magyarokat összeköt. A klubnak is kell, hogy legyenek ilyen közös élményt és identitást adó jelképei, szokásai. Maga az a szurkolói dal, ami a West Ham-en jellemző, ami a buborékokról van szó, a klub ráerősít ezzel a buborék jelképpel, hogy minden meccs előtt, minden gólnál a buborékokat fúj. És kis egyszerű dolgok ezek, de annyiszor jelenik ez meg, annyi csatornán kerül szembe vele a szurkoló, hogy nekem például, ha meglátok a Hősök terén valaki egy kisgyereket buborékot fújni, vagy egy építkezésen látom, hogy valaki éppen kalapáccsal dolgozik, akkor nekem a West Ham jut eszembe. Pontosan azért, mert erősítik ezeket a jelképeket. Világos, tehát igazából itt az embernek a reflexére hatnak, a Pavlov reflexére hatnak. Ugye, tehát hogy azonnal a bármilyen tevékenységről asszociáljál az adott klubra. Oké, mi a másik kettő pont, ami nagyon fontos? A másik a harmadik otthon érzés kialakítása. Ez Dénes Ferenc sportközgazdás használta arra közösségi élményre, hogy az emberek a stadionba, ha kimennek, akkor azt érezzék, hogy szinte otthon vannak. Egy olyan közösségbe érkezzenek, amelynek ők a megbecsült tagjai. Ennek fontos eleme, hogy a stadionban velem törődjenek. Csak egy friss példát mondok, szerettem volna hétvégén kimenni mérkőzésre az egyik stadionban. Nincsen adott szurkolói kártyám az adott klubhoz, sem MLS kártyám nincs, de szerettem volna kimenni, mert érdekelt ez a mérkőzés. Rákatintottam a honlapon, hogy hogyan tudok egyet venni, és azt írták, hogy ha nincs ilyen szurkolói kártyám, akkor menjek ki egy-másfél órával a kezdés előtt, hogy be tudjak menni. A mai modern világban nem nagyon fog az ember másfél órával korábban, amikor minden instant, amikor minden gyors ételek vannak, mindent azonnal akarunk, mindent azonnal kapunk, valaki egy-másfél órával kimenjen a stadionba, az azt gondolom, hogy irreális. Ennek egyébként szerintem nagyjából úgy kéne történnie, mint hogyha egy mozijegyet vásárolna az ember, tehát hogy nagyjából ennyi időbe és ennyi energia befektetésbe kellene, hogy teljen egy mérkőzésre való jegy megszerzése. Akkor ezt elmesélem, hogy Angliában hogy működik, és nálam hogy működött. Mivel az utánpótlás mérkőzések vasárnap délelőtt voltak, ezért szombat reggel is voltak edzéseink.
valamint szombaton 3 órakor vannak helyi idő szerint Angliában a mérkőzések 99%-a. Mivel egy időben vannak a meccsek, ezért az emberek hozzá tudják igazítani a napjukat. Tudják, hogy mikor reggelizzenek, mikor ebédeljenek, 3 órától mérkőzés, aztán vannak a délutáni programjaik. Ez nekem is így volt, mert szombat reggel 9-11-ig megtartottam az edzésemet, délbe egy közeli pubba átsétáltam, ahol kikértem a kis kedvenc tékemet, amit jó ízen elfogyasztottam, közben pedig megnéztem, hogy azon a nap milyen meccsek lesznek Londonban. Kiválasztottam a legszimpatikusabbat, felültem a metróra, és meccs kezdés előtt átlagban 20 perccel, 15 perccel odaértem a helyszínre. Úgyhogy még a jegy nem volt a kezedben? Jegy nem volt a kezemben, semmilyen kapcsolatban nem voltam az adott klubbal, csak az egyik példát, Charlton Athletic Brentford mérkőzés. A Charlton kieső helyen volt, a Brentford egy olyan felső középmezőnybe tartozott, 18 ezer ember a stadionba. És direkt megnéztem, hogy mennyi idő telik el attól, hogy elkezdek beállni a sorba, és megvan a jegyem. Stopperrel mértem, ahogy elindítom a pénztárhoz, 1 perc 42 másodperc alatt volt a kezembe a jegy. Erről van is fényképen, van is videóm, amit majd egyszer szeretnék a honlapomra feltenni. Kevesebb, mint 2 perc alatt megvolt a jegy, 1 perc alatt bejutottam, 3 perc kellett ahhoz, hogy bejussak a stadionba, még meccs előtt volt 15 percem vagy 10 percem ahhoz, hogy körülnézzek. 18 ezer embernél. Ami nem 60 ezer, de nem is 2000 ember. Szóval kint, most csak egy nagyon egyszerű példát mondok, van elég kapu ahhoz, hogy az embereknek ne kelljen sorba állni. Van elég pénztár. Most egy Chartonnál, vagy egy Fulhamnél 15-20 pénztár van, ahol az ember be tud állni sorba, és azonnal megkapja jegyét. Egy nagyon egyszerű, banális példákat mondok, csak ez nekem a mérkőzés élményemet segíti, hiszen itthon számomra a legidegesítőbb az, ha sorba kell állni. Amikor látom, hogy mondjuk csak 2000 ember lesz mérkőzésem. Én képes vagyok akkor visszafordulni, és nem megyek be a meccsre. Az az igazság, hogy szerintem a magyar emberek, vagyis a magyar futball szerető emberek talán a sorbaálláshoz hozzászoktak. Igazából amit én még panaszként hallok a szurkolók részéről, az a parkolási lehetőség. Tehát, hogy az ott Angliában hogyan van megoldva? Ott sincs megoldva. Ott is nehéz. Át a metróval jártak például Londonba, de akkor is káosz van a stadionok körül. Szóval ott sincs az, hogy most rengeteg parkolóhely van, ott, aki kocsival akar menni, az tudja, hogy hol fog leállni, és akkor ennek megfelelően akár hamarabb indul. De lehet választani mondjuk tömegközlekedéssel, és aki így tesz, az viszont pillanatok alatt be tudja a stadionba. Jó, mondjuk Londonnak a metróhálózatát szerintem nagyon sok város irigli, de akkor térjünk vissza erre a harmadik otthonra. Tehát a jegybevétel és a bejutás az csak egy dolog. Amint benn vagy a stadionban, akkor milyen kiszolgálás van egyébként a szurkolók irányába? Én azt tapasztaltam, a biztonsági őröknek a hozzáállása. Épp a West Hamnél voltak mostanában balhék a stadionon belül, a szurkolók balhéztak. Viszont ott van egy kettősség, van a kemény mag, vagy az a B közép, hogy nevezzük, ott másfajta biztonsági őrök állnak. És vagyok én, aki csak egyszerű meccsre elő vagyok, ott pedig a 70 éves néni fog engem kalózolni, és fogja megkérdezni percenként, hogy mibe tud segíteni. És ugyanúgy biztonsági őr a 70 éves néni, és ugyanúgy biztonsági őr a hivatásos, de hozzám más fog kerülni, mint aki mondjuk a B-középhez kerül. És nekem ehhez van egy ilyen komfortos érzésem, hogy igen, itt törődnek velem, én itt jól érzem magam, nincs szükség arra, hogy engem mondjuk huligánként kezeljenek, mert nem adok rá okot. És engem ez megnyugtat, és akkor még komfortosabban érzem magam. Oké, térjünk rá a harmadik pontra, hogy az első volt a klubidentitás, a második volt az a harmadik otthon megteremtése, és mi a harmadik pont? Ami én fontosnak tartok, hogy a Angliában borzasztó jól értenek hozzá, hogy egyéniségeket teremtenek.
De van egy olyan kép a fejünkben, hogy Angliában a klubokban óriási világsztárok játszanak. Ez így is van a legnagyobb klubokban. Az Arsenalban, Chelsea-ben, a Manchesterben, ott tényleg világsztárok játszanak. És mi van a kis klubokkal? Mi van a másodosztályi klubokkal, a harmadosztályi klubokkal? És Angliában fel tudnak építeni helyi sztárokat, akikért érdemes kimenni. Akikért lehet rajongani. Aki a mi fiunk. Hiszen az egyéniségét lehet rajongani, őt lehet szeretni, őt lehet szidni, őt lehet csodálni. Ez egy olyan fontos eleme maga a sportoknak, maga a médiának, ha csak most a celebeket nézzük, aki felé érzéseket lehet közvetíteni. Csak klubok Angliában ezeket nagyon jól építik fel. Csak ugyanilyen példát szeretik mondani az előadásomból. West Hamnél most nem volt olyan egyéniség, akiket volt korábban a Dimitri Payet, akit felépítettek, ő eligazolt. Felépítették az Andy Carrollt, aki éppen sérült, és jött a Tottenham meccs, és nem volt olyan egyéniség, akik ki lehet menni a Hell stadionba. A klub erre azt csinálta, hogy felépítette két 0-0-ás mérkőzés után a kapust. Elkezdték a közösségi médiába videókat, interjúkat készíteni, és felhájpolni azt, hogy milyen jó dolog az, hogy két meccs óta nem kaptunk gólt. Aztán bemutattak a legutóbbi mérkőzésről 3 védést a kapustól, ami azt mondom, hogy talán még én is kivéttem volna. És ebből a közepes teljesítményből egy olyan egyéniséget emeltek ki, akihez érdemes volt kimenni, és érdemes volt turkolni neki, hogy mondjuk ne kapjon gólt, vagy jól játszon. És lehetett neki tapsolni, és fel lehetett emelni a szurkoló, dicsérhette, vagy szidhatta. Szóval ők a semmiből tudnak egyéniséget építeni, mi az itthoni sztárjainkat nem tudjuk úgy kiemelni, hogy ők bevonzzák az embereket. Hát a közösségi médiáról mindenféleképpen szeretnék még veled beszélni, mert szerintem ez egy óriási gyakorlatilag ajtóablak helyzet, amit nem használnak ki a magyar klubok. Erről is lesz szó, mert most kicsit elmegyünk zenélni, Káncsos Andrással folytatjuk tovább a második órába, ne menjetek sehova. Vissza is tértünk, ez itt még mindig a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban. A mikrofon mögött Bíró Dávidot halljátok, és a mai esti vendégem Káncsos András, akivel az első órában ott fejeztük be, hogy a közösségi médiát milyen módon alkalmazza a mondjuk a West Ham United, de ahogy az angliai klubok mindegyiket. Magyarországon ez egy tényleg kihasználhatlan terület, és itt nagyon apróságokról beszélhetünk, amivel egyébként baromi nagyokat lehetne lökni. Egyrészt én úgy látom, hogy a Facebookot manapság mindenki használja, ez lenne a legegyszerűbb, legolcsóbb, leggyorsabb csatorna, amin el lehetne érni a szurkolókat, mégsem teszik. Tehát, hogy maximum annyi van kitéve a Magyarországon a kluboknak a Facebook oldalára, hogy mérkőzés, dátum, itt is itt lesz, vagy esetleg a mérkőzésről összefoglaló, legjobb esetben még egy rövid interjú a vezetőedzővel, esetleg egy-két játékossal. De semmilyen szurkolói játék, semmilyen marketing tevékenység, akár a merchandising termékekre való felhívásra, az meg pláne nincs, egyáltalán merchandising nincs is Magyarországon. Először is a merchandising a kapcsolatban, én azt gondolom, hogy a magyar kluboknak is van merchandising. Van webshop, vannak szurkolói shopok, ahol lehet a klub termékeit vásárolni. Viszont ez nem éri el a szurkolót. Hogy ez mennyire fontos, hogy a szurkolókat elérje, erre számomra a legjobb példa a Coca-Cola-nak az esete. Van egy termék, ami több mint 100 éve ugyanolyan, nem fog változni, tudjuk, hogy mit várunk tőle, nem lehet újítani, ugyanazok a színei. Azt gondolom az ember, hogy a kólát vagy szereti valaki, vagy nem. Vagy megissza, vagy nem. És ehhez képest úton útfélen a kóla reklámokat találkozik. Televízióban, a plakátokon, a rádióban próbálják eladni nekünk a terméket. De próbálják az arcunkba tolni, hogy vegyük. És ez van Angliában is a merchandising termékekkel, hiszen nekem a West Ham naponta küld ajánlatokat, hogy éppen hány százalék klárosítás van egy adott mezre, ha kettőből lét kapok még egy kulcstartót is, és szinte bombáz azzal, hogy vásárolom a termékeket. Azt gondolom, ez hiányzik a magyar kluboknál, hogy azt várják, hogy a szurkolók megtalálják a adott merchandising terméket,
kint, Angliában, pedig oda viszik a szurkoló edényt. Oda teszik hozzájuk, azt csak meg kell vásárolni. A másik, a közösségi média használata, abban látom a legnagyobb különbséget, hogy egy West Ham érzelmeket közöl a csatornán keresztül. Nem tényeket, hanem érzelmeket. Nem puszta interjúkat, hanem olyan videókat, olyan élményeket, ami erősíti azt, hogy mi West Hamesek, mi kalapácsosok egyivé tartozunk. A játékosokat nem fél a játékosokról érzelem gazdagon beszélni, egy meccsről érzelem gazdagon elfogultan beszélni. Amit te mondasz, hogy egy-egy interjú van, egy-egy meccseredmény, azt pusztán tényeket közöl. Azt pedig nem fogja meg az embereket. Egyébként, hogyha már itt tartunk, és ezt mondom egyébként minden magyar NB1-es klubnak, hogy ha az online marketing tevékenységben nagyobb hangsúlyt fektetnének, az szerintem mindenképpen meglátszódna mind a nézőszáma, mind a pénztárcáján az adott klubnak, és szerintem még amire fontos lenne egyébként nagy hangsúlyt fektetni a magyar kluboknak, az az, hogy a játékosokat közel hozzák a szurkolókhoz, és erre egyébként az online tér az egyik legegyszerűbb terület. Na de akkor térjünk rá egy kicsit a szakmai részre, ugye te vezetsz egy blogot a gáncsosandrás.com, nyilván ékezetek nélkül, itt egy nagyon sok szakmai cikket fogalmaztál meg, és közöltél a kedves hallgatók és olvasók felé. Ez azért van, mert mondjuk ennek hiánya van Magyarországon, vagy csak szeretted volna valamilyen csatornán eljutatni a te érzéseid és azt a világot, amiben belecsöppentél odakint? Az utóbbi. Szerettem volna, ha már van lehetőségem arra, hogy kijussak Angliába, akkor elmondjam, amikint történik, és közben elmondjam azokat a gondolatokat, amik bennem voltak, és azt gondolom, hogy talán valaki hasznosítani tudna. És lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy jó, vagy nem jó, de ha mondjuk elolvassa a blogomat, akkor már elkezd talán gondolkodni azon, hogy most akkor neki igaza van, vagy nem, nincs igaza, de mégis tudok a magyar futballnak egy plusz inget vagy információt adni. Magyarországon sajnos nagyon kevés az ilyen szakmai fórum és blog. Angliában ezzel mi a helyzet? Ott mennyire foglalkoznak a szakmaisággal, akár a szurkolók, akár az edzők? Angliában azért könnyebb, mert angolul írnak. És ez sokkal nagyobb szervező piacot, hát egy világ piacot jelent. És emiatt több olyan profi oldal van, ami kimondottan szakmai és a szakmának szól, viszont ez fenntarthatóbb, mert a világ minden részén olvassák. András, én nagyon kíváncsi lennék, hogy a múlt héten Varga Samu volt a műsor vendége, aki Kölnben töltött nagyjából fél évet kint, és ott látta a helyi viszonyokat. Én nagyon kíváncsi lennék az angliai viszonyokra, mondjuk a kiválasztás szempontjából. Én múlt héten olyan dolgokat hallottam egyébként a Samutól, amit soha előtte senkitől. Most Angliában milyen kritériumok alapján választják ki a tehetségeket a kisrácok közül? Erre nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Az angol kiválasztásról azt gondolom van tévhit, amit gondolunk, és van nagyon sok olyan dolog, amit tanulhatunk tőlük. Amit tanulhatunk tőlük, az az, hogy a legfontosabb dolog az utánpótlás nézésben a kiválasztás. Borzasztó sok energiát fektetnek arra, hogy utána menjenek a legeldugottabb kis helyeken és a tehetséges játékosoknak. Amit itthon talán a nagy klubok egymástól próbálják a játékosokat elcsábítani, addig Angliában legkisebb klubokig utána mennek a tehetséges játékosoknak, és próbálják a nagy klubok magukhoz csábítani őket. A másik dolog, ami nem csak Angliában, de én viszont azt tapasztaltam, hogy beszélünk sok minden a kiválasztásról, különböző mérésekről, különböző adottságokról. Én a világon azt tapasztaltam, hogy a legtöbbet alkalmazott, még manapság is és mindig, és leghatékonyabb kiválasztási eszköz az edzői szem. Mit értesz az alatt? Tehát az edzői szem, ez mit jelent? Meg tudod-e ezt magyarázni a szurkolóknak, hogy ők is megértsék? Sokszor beszélünk tudományos alapú kiválasztásról, ami azt gondolom, hogy sok helyen jelen is van, viszont még mindig a fő tényező
az edzőnek a szava, hogy egy edző mit lát egy játékosban, vagy maga a scout mit lát a játékosban. És lehet olyan, hogy adatok szerint a játékos nem felelne meg adott klubnál, viszont látnak benne fantáziát az edzők, és sok ilyen játékosról tudok. Angliában is sok olyan scoutról tudok, akik az alapján, akik megérzés alapján választanak. Akik a gyerek ránézésre látják, hogy ebben van potenciál, vagy nincs, és nem az alapján, hogy mondjuk 10 vagy 15 vagy 30 méteren milyen gyors, vagy milyen magas, vagy milyen mozgékony. Itt igazából az előző néhány percben a metodusról beszéltél igazából, hogy ennek mi a módszere. De én konkrétumokra lettem volna kíváncsi, most mondok akkor a múlt heti adásból akkor pár példát. Például Samu azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy milyen a technikai tudása a játékosnak, milyen a fizikuma a játékosnak, hanem elsősorban azt nézték mondjuk Kölnben, hogy milyen a gondolkodása, milyen gyors. Használta ezt a kifejezést, hogy szkennelés, nem tudom, tudod-e, hogy ez mit jelent, hogy milyen gyakran néz körül a játékos, és igazából elsősorban ezekre fektetnek nagyobb hangsúlyt, és csak utólag nézik azt, hogy milyen technikás a játékos, milyen a fizikuma a játékosnak. Ezt abszolút én is így látom, így láttam kint. A legfontosabb az, hogy a játékos mérkőzés szituációban jó döntést hozzon. És az, hogy ott jó döntést hozzon, annak megvannak a feltételei. Amit te is mondanál, a szkennelés, vagy az, hogy körülnézel, mielőtt kapja a labdát, vagy merre veszi át a labdát, vagy ugyanilyen a visszatámadás, azonnali visszatámad-e a pályán, mennyire jön vissza védekezni. Ott kint nem izoláltan néznek egy játékost, hanem hogy játékban jól tud dönteni, megoldja az a szituációt, vagy nem. Nem érdekli őket, hogy A-ból B-be hogy passzol oda, milyen lábszerű tartással, hanem passzolja oda a labdát a játékos. Oldja meg a helyzetet. Hát szeretném, hogy ezt bevezetnék Magyarországon is, ezt a gondolkodásmódot, de én nyilván csak egy újságíró vagyok. És hogy már az újságírókról beszélünk, Angliában egyébként nagyon sok botrányt lehet hallani, bulvár sztárok igazából a labdarúgók. Hogyan áll a viszony mondjuk az angol média és az angol játékosok és a klubok között? Milyen viszony van, mennyire támogató, mennyire ellenséges és mennyire egészséges ez a viszony? A mai modern világnak megfelelően egyre több a bulvár témájú újság, és nekik pedig pontosan a botrányok kellenek. És a labdarúgók pedig ezeknek a botrányoknak az alapjai lehetnek, hiszen annyira elismertek, lényegben sztárok. Ma a labdarúgók sztárok, főleg Angliában, főleg a Spanyolországban, és mindenki szerződésüket figyelik, emiatt nagyon nagy keresztűzben vannak. Nyilván vannak a szakmai lapok, akik támogatják a labdarúgókat, de van a bulvár oldala, ami semmiben sem különbözik a világon. Ugyanúgy a hibákat keresi, ugyanúgy a botrányokat keresi, és ugyanúgy van, aki megpróbálja a labdarúgókat lejáratni. Szóval ez Angliában sincs másképp, hogy azt mondom, nálunk sincs. Akkor kár az újságírókra mutogatni, hogy ők nem állnak elég jól a magyar labdarúgáshoz, és hogyha mondjuk egy rossz színvonalú mérkőzésről megírják, hogy ez rossz színvonul, az nem feltétlenül rossz indulat van-e mögött? Nem, én rengeteg külföldi médiát olvasok még most is, és olvastam, amikor kint vagyok. Attól függ az ember, mit olvas. Volt például olyan, mentem be reggel a meccson a West Hambe dolgozni, olvastam a reggeli metro újságban egy cikket a West Hambről. Bementem, megtudtam, mi az igazság, ami egyáltalán nem az volt, amit leírtam. Ahogy mentem haza metróval, este már egy másik cég újságjai vannak kiszórva, elolvastam azt is, azt pedig pontosan az első ellentéte volt. Egyik sem fette a valóságot, két ellentétes vélemény, de mégis megpróbáltak a West Hamről írni egy olyan dolgot, ami nem volt pozitív. Visszatérve a West Hamre, és ugye az ott eltöltött idődre, nagyon kíváncsi lennék, hogy összehasonlítanád az edzés módszert, az edzés munkát egyébként az ottani fiataloknál, mert ugye te most az utánpótlásban dolgozol, jelenleg az U19-es csapatánál vagy, de hogy említetted, a Győrnél is voltál utánpótlásban, hogy hogyan dolgoznak kinn a West Hamnél, és mondjuk a saját tapasztalatod alapján Magyarországon. Maga külföldi képzéssel is vannak
sztereotípiáink, azt érzem, hogy külföldön minden jobb. Jobbak az edzők, jobbak az edzésmódszerek. Amit én tapasztaltam kint, a legfontosabb különbséget a rendszer adja. Kint, akár a West Hamnél, akár egyéb kluboknál jártam, akár Anglián belül, van egy olyan rendszer, aminek borzasztó részletesen le vannak írva a protokolljai, és az edzők ezeket követik. Az, hogy az edzők jobbak vagy nem jobbak külföldön, meg kell védenem a magyar edzőket, mert vannak, hogy Magyarországon is vannak jó edzők, és vannak kevésbé jó edzők. Külföldön is azt tapasztaltam, hogy vannak nagyon jó edzők, és vannak kevésbé felkészült edzők. Nem az edzők felkészültségében látom a különbséget a hazai és a külföldi utánpótlás képzés között, hanem maga az a rendszer, ami meghatározza az ő mindennapi munkájukat. Maga az a közeg, amit a klub kiépít. És ebben kint van, sokkal könnyebb dolgozni, mivel mindenki tudja, hogy mi a feladata, tudja, hogy mi a helye, tudja, hogy mit várnak el tőle a klubnál. Erre mondanék egy példát a West Hamnél, amit említettem, a Tony Carr nyugdíjba vonult, és mielőtt én odaérkeztem egy évvel, egy új akadémiai vezető érkezett, aki egy merőben más edzésmódszert vezetett be. Ami abban egy labdabirtokláson alapuló játékosabb focit kezdett játszani, aminek az lett az eredménye, konkrét eredménye, hogy kiesett a West Ham U21-es csapata a Premier League utánpótlás első osztályából. Ez mondanom se kell, hogy Magyarországon mit jelentene az adott szakmai vezetőnek. Kint az történt, hogy mivel egy éves szerződése volt, ezért behívatták, és megkérdezték, hogy akkor értékelje az egy évet. És elmondta, hogy mik azok a mérőszámok, mik azok a mérföldkövek, amiket mentén dolgoznak, és ezután 5 évvel meghosszabbították a szerződését. Hiszem, hogy Magyarországon 99%-ban az akadémiát kirúgták volna egy ilyen szereplés után, viszont ott megvoltak azok a lépcsőfokok, amiket el kellett érni, elérték, ezért maradt az akadémiát. A következő évben, amikor én kint voltam, megnyerte ugyanaz a csapat a U21-es kupát. Ezzel azt akarom mondani, hogy kint megteremtenek egy olyan közeget, ahol az edzők nyugodtan dolgoznak. Mivel megvannak a konkrét mérőszámok, a konkrét feladatok, a konkrét protokollok, ezért az edzők egy nagyon tiszta és világos rendszerben dolgoznak. Ehhez a témához gyorsan hozzászólnék egyébként, hogy hallottam egy interjút egy nem is olyan régen kinevezett utánpótlás edzőt, aki egyébként korábban NB1-es klubot is vezetett, és hamarosan egyébként egy másik NB1-es klubot fog vezetni, aki egy U16-os csapatnál edzősködik, és végig az interjú során, ez egy 10 perces interjú volt, arról beszélt, hogy a csapatnak benn kell maradnia, és egyetlen egyszer sem hangzott el az, hogy a legfontosabb az, hogy az én U16-os csapatomból 1, 2, 3, 5, 10, 15, tök mindegy, hogy hány játékosból lesz NB1-es szintű játékos. Ez egyszer sem hangzott el. Ez a klub vagy az edző hibája? Hiszem, hogy nem az edző hibája, hiszen az edző az állásával játszik. Ha az a cél, hogy az eredményt nézzük, és minden eredményes legyen egy klub, vagy egy csapat, akkor az edző azt fogja meghatározni, hogy a tabellán hol végez. Ha ki van mondva, hogy az a cél, hogy mondjuk játékosokat próbáljunk minél jobban nevelni, minél több olyan szituációt kreáljunk számára meccsek alatt is, amiben ő fejlődni tud, még ha ez az eredményes lovára is megy, akkor az ott edzőt úgy fogják megítélni. Én pontosan ezért jöttem haza, és pontosan azért jöttem az UT-ba, mert a szakmai vezető, és mondtam, hogy a mentorom Fórián Zsolt, egy olyan közeget teremt, ahol nem az eredményesség az első számú cél. Bármilyen bajnoki mérkőzés után, amikor beszélünk, nem az első kérdése, hogy győztünk vagy veszítettünk, hanem az, hogy hogy játszottunk. Hogy azok a jegyek, azok a stílusjegyek, amit ő meghatározott, azok érvényesültek a pályán. Megfelelően számunk értem,
megfelelően következetes voltam a játékosokkal, és tudtuk-e alkalmazni. Ha ő azt kérné számon, hogy mennyire vagyok utánpótlásban eredményes, akkor valószínűleg nem jöttem volna haza. Mert számomra az utánpótlás nevelés az, hogy a játékosoknak minél több inget tudjunk adni, minél több olyan szituációkba tudjuk őket belekényszeríteni, amit majd felnőtt korukban is tapasztalni fognak. És a legfontosabb, hogy ezt meccs körülmények között tudják. Hát én azt gondolom, hogy jó néhány utánpótlás edző nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy szerencsésnek tarthatod magadat. Visszatérve a West Ham Unitedhez, hogyha azt nézzük, hogy a felnőtt csapat játékstílusa és az utánpótlás nevelésben a játékstílus az mennyire volt azonos, mennyire törekedett arra, hogy nagyjából azonos legyen, vagy legalább hasonlítson egymásra? Nem jellemző. A West Ham United nem jellemző. Az utánpótlás egy másfajta utat követett, a felnőtt pedig egy másfajta utat követett. Kevés olyan klub van, ahol úgy választanak vezetőedzőt, hogy az a klubnak az utánpótlását kövesse. Azt gondolom, ez lenne normális, de a profi világban egyetlen szabály van, győzni kell, eredményesnek kell lenni. A legtöbb klub tulajdonos ezt tűzi ki célul a vezetőedzőnek. Hál' Istennek vannak olyan példák, amik ezt megtáfolják, és az egyik példa talán a Európa egyik legismertebb utánpótlás nevelés műhelye a Dinamo Zagreb akadémiájára. Ott nemrég volt néhány jó barátom, aki meglátogatta az akadémiát, és elmondták, hogy nemrég azt vezették be, hogy a felnőtt csapatba minden évben kötelezően két akadémistának be kell mutatkoznia. Kötelezően. És ilyen szempontból be is áldozták az eredményességet, mert tudták, hogy ha két fiatalt be kell tenni az edzőnek, akkor valószínűleg nem fognak mindig az első helyen végezni, nem fognak bejutni az Európa Ligába, vagy a Bajnokok Ligájába, de van egy filozófiájuk, amihez edzőt is választanak, hiszen elmondták, hogy ők olyan edzőt keresnek, aki ezt elfogadja. Ez benne van a kiválasztási kritériumban. Na, ilyen példa is van, de azért a legtöbb példa a top klubok esetében nem ez a jellemző. Az angol klubok és az angol média, illetve a szakemberek mennyire foglalkoznak azzal, hogy a szurkolók, akik kijárnak a mérkőzésekre, vagy akár csak a televízióból nézik az adott Premier League, vagy a Championship mérkőzéseket, hogy mennyire értsék azt, hogy mi történik a pályán. Tehát, hogy valóban azért szidják az edzőt, amikor hibát követel, ne pedig azért, amire egyébként működik a szisztéma, minden rendben van, csak a csatár kihagyta az ordító helyzeteket. Én nagyon sok blogot és szurkolói oldalt olvasok a Szigetországból, és sok klubnak olvasom a Facebookját és azok alatt lévő szurkolói kommenteket, mert ez a kérdés engem is foglalkoztatott. Mert volt egy ilyen feltevésem, mielőtt kimentem volna, hogy ott igen, ezzel foglalkoznak klubok, és én azt tapasztaltam, hogy nem. Ahogy mi gondoljuk, nem nagyon, mert egy-egy poszt alatt, ugyanúgy, mint nálunk, vannak ilyen kommentek, és vannak olyan kommentek. Van, aki így látja, van, aki úgy látja. Van, aki az edzőt kezdi el hibáztatni, és van, aki a csatát kezdi el hibáztatni, mert kihagyta a helyzetet. Szóval ott sem érzem azt, és bármennyire ez úgy tűnik nekünk, ott sem érzem azt, hogy szurkolókat ilyen szempontból képeznék. Egész egyszerűen annyi, hogy mivel ott annyira közel hozzák a szurkolót a klubhoz, hogy szinte már otthonnak érzi azt a csapatot. Már szinte családként kezeli, ezért több mindent el fog viselni, vagy meg fog engedni a klubnak, vagy a játékosnak. Szóval a miénk kicsikét szidom, van, amikor nem tetszik, de akkor is hozzám tartozik, és két nap múlva el fogom felejteni, és újra fogok szurkolni a csapatnak. Ha egy hét múlva megint szidom, akkor utána megint elfelejtem. Ott ez a közösségi élmény adja azt a pozitív hangulatot. És nem az, hogy a szurkolók edukáltabbak lennének az itthoni szurkolóknak. A szurkolóknak egyébként Angliában milyen beleszólásuk van a klub életébe?
Gondolok itt például arra, hogy a klub stílust próbálják őrizni valamilyen szempontból, vagy hogyha mondjuk valami nem tetszik nekik, és akkor ezt kifejezik, akkor erre figyele a klub, odafigyele a véleményekre, akármilyen szempontot nézünk. Ez is változó. Ez is klubfüggő, mert ott is vannak jó példák, és vannak negatív példák. Például a Charlton Athletic esete, amely csapat most kiesett a harmadosztályba, egy patináns angol klubban szó, és ott a szurkolók egy egész évadon át tüntettek a tulajdonos ellen. A mérkőzéseken, a mérkőzések előtt, a mérkőzések után különböző akciók voltak arra, hogy kifejezzék a nem tetszésüket a tulajdonossal szembe. Ennek ellenére semmi nem történt. A West Hamnél pedig igenis meghallgatták a szurkolókat. Kíváncsiak voltak az új stadion kialakításánál, hogy a szurkolók mit gondoltak. Megkérdezték a véleményüket. Különböző szavazások voltak. Szóval mind a két oldal megjelenik, ez is tulajdonos vagy klubfüggő. Ott sincs egy ilyen általános szabály, hogy az angol foci, ott is a klubok alakítják ezt ki. Aztán visszatérve az első órában történt igazából témafejtegetésünk, ugye, ahol említetted ezt az előadásodat, amin ugye volt ez a meccsnézéssel összekötött előadás, ugye West Ham Tottenham mérkőzés ugye most pénteken. Kicsit ennek az utóhatása, vagy ennek a zöngéiről mesélj nekünk, milyen érzés volt ott előadni, és egyáltalán kiknek beszéltél, ez nem tudom mennyire nyilvános, és hogy milyen tapasztalatokat szűrtél le ebből. Abszolút nyilvános. Egész egyszerűen két indítatásom volt, hogy tartsak egy ilyen előadást. Az egyik, hogy szerettem volna ezt a tapasztalatot megosztani, mert mióta hazajöttem Magyarországra, a mérkőzésre járással kapcsolatban nem igazán pozitív tapasztalataim voltak. Volt egy év alatt megszoktam egy meccslejárási ritmust. Voltam rengeteg mérkőzésen az első, másod és harmadosztályban, sőt a negyedosztályban és Angliában. Volt egyfajta élményem azzal kapcsolatban, hogy milyen a meccslejárás, milyen, amikor az ember, ahogy te is mondtad, olyan, mintha moziba menne. Ehhez képest itthon is elkezdtem mérkőzésekre járni, és pontosan azokat tapasztaltam, ami számomra nem szimpatikus, és inkább elriaszt attól, hogy szombatonként útra keljek és beálljak a sorba. Ezt szeretem megmutatni, hogy nem olyan bonyolult ezt elérni, ahogy mit arról gondoljuk. A másik része, amit az előadásnak adottam, egy nagyon egyszerű, a saját fejlődésem szempontjából, hiszen elkezdtem foglalkozni azzal, hogy hogyan tudnék közönség előtt jobban előadni, hiszen tervem az, hogy egyre nagyobb korosztályokkal foglalkozzak, egyre jobban elmenjek később a felnőtt labdarúgás elő, és az edzőnek pedig egy közösség előtt, egy csapat előtt kell prezentációkat tartani úgy, hogy az információt át tudja adni, de viszont közben motiválja és meggyőzze is a játékosait. Ez nekem egy ilyen pillanat, egy gyakorlás, hogy hogyan tudom azt a mondani valót egyszerűen, érthetően, logikusan átadni, közben viszont szórakoztató is legyen, és élvezze a közönség. Ez egy nem egy egyszeri alkalom, tehát egy előadás sorozatra készülsz, vagy ezt tervezed? Első körben szeretném még ezt az előadásomat többször előadni, csiszolva mind a tartalmán, mind az előadói stílusomon, aztán ehhez kapcsolódva pedig szeretnék több előadást is, igen, mert rengeteg minden kimaradt az eredeti előadásból, rengeteg mindent átalakítottam, valamit kivettem belőle, és annyi élményem gyűlt össze az egy év alatt, hiszen én tudatosan reggel 8-tól este 8-ig azon voltam kint, hogy minél sok tapasztalatot gyűjtsek. Szóval mentem mérkőzésre, bementem a West Hamhez, elmentem más klubokhoz, hogy lássak, tapasztaljak, hogy megértsem, hogy mi az angol labdarúgásnak a titka, mi az angol futballszenvedély titka, mik azok a szakmai dolgok, amit kintről lehet tanulni. Az egy évem erről szólt, hogy minél több információt szippantsak magamba, és most van az az időszak, amikor tudom ezt rendszerezni, és próbálom olyan formában előadni, ami könnyen emészthető, akár edzők, akár szurkolók, akár bárki számára.
ez az előadás, ez mennyire volt interaktív, és hogyha az volt, akkor éltek ezzel a lehetőséggel? Kérdeztem benne, igyekeztem bevonni a közönséget, és jó közönség is volt, hiszen bátran válaszoltak azokra a kérdésekre, amiket én közben feltettem. Úgyhogy interaktívnak mondanám, én élveztem, remélem a közönségem is élvezte, bár pozitív visszajelzések jöttek. Én azt szerettem volna, hogy egy könnyen érthető, egy legyen logikai lánc, ami elmondja azt, hogy igenis nem különbözik annyira az angol labdarúgás, mint a magyar. Bár mi ezt látjuk, nyilván nincs egy szinten, de nagyon sokat tudunk tanulni, és a megfogalmazott érzés, amit ki szerettem volna váltani, az az aha érzés, hogy hú, igen, hogy ott sincs kolbászból kerítés, hogy hú, ezt is meg lehet itthon csinálni, hogy az sem lehetetlen. Szóval ezt szerettem volna én a közönségbe, remélem, hogy valamilyen szinten sikerült. Tudod-e már a következő előadás helyszínét vagy időpontját? Még nem, még semmilyen konkrét terv nincs. Egyelőre még most finomítom a mostanit, azok alapján, a visszajelzések alapján, amiket ott kaptam, illetve most nézem vissza saját magamat, ahogy felvettem, hogy legközelebb még élvezetesebben tudjam előadni ezt a témát. Hát akkor utolsó kérdésem az, hogy tervezed-e a visszatérést egyébként a Szigetországba, vagy egyelőre szeretnéd itthon maradni Magyarországon, és itt a tapasztalataidat azt érvényre juttatni? Egyelőre szeretnék, hiszen bár az elején mondtad, hogy megkérdezed, hogy miért jöttem haza, akkor most válaszolnék, hogy ez is egy sztereotípia, hogy csak külföldön lehet tanulni. Én azért jöttem haza, hogy itthon tudjak tanulni, mert vannak itt olyan szakemberek, akiktől lehet. A másik dolog, hogy volt egy ilyen tervem, hogy 30 éves koromig végig szeretném járni az utánpótlás ranglétrát, ami a legkisebbektől kezdve a legnagyobbig terjed. Ez így sikerült is. És következő lépés az, hogy elmenjek egy kissé a felnőtt labdarúgás irányába, ami terveim szerint úgy fog megtörténni, hogy jövő szezontól egy bármilyen NB1-es vagy egy NB1-es klubhoz szeretnék elmenni, tapasztalatot szeretnék tanulni. Ez első sorban mindenképpen az Újpest szeretnénk, hogy legyen, hiszen azt gondolom, hogy ott igazán jó szakmai munka folyik, és a szabadidőmben szeretnék ott tanulni, és megtapasztalni, milyen felnőtt légkör. Ezt most itthon nagyon sokat tudnék tanulni ebben, úgyhogy maradok egyenlő itthon, amint úgy érzem, hogy külföldön többet tudnék tanulni, akkor elképzelhető, hogy akár a Szigetországba, vagy akár más országba vissza fogok térni. András, ehhez az úthoz nagyon sok sikert kívánok neked, és remélem, hogy még találkozunk veled itt a gólterápia keretein belül. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én köszönöm szépen a megkeresést. Ennyi fért a ma esti gólterápiába. Ha kevés lett volna Gáncsos András szavaiból nektek, és nem éritek be ennyivel, akkor menjetek fel a gancsosandras.com weboldalra, ott az ő blogján további érdekes és értékes információt olvashattok. Jövő héten is lesz gólterápia, tartsatok velem akkor is. További szép estét mindenkinek, én Bíró Dávid voltam. Sziasztok! A műsor partner oldala a cégközép.hu, az amigélekén.hu, valamint a lokiblog.eu. Ha tetszett a műsor, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és oszd meg barátaiddal is ezt az élményt.